Önök a híradót látják, 8 órakor Imre Balázs vagyok, jó reggelt kívánok! Napról napra fokozódik a hőség Európában. Németországban szerdán megdőlt a több mint 70 éve regisztrált júniusi melegrekord. A német-lengyel határnál 38,6 fokot mértek. Franciaországban több óvoda és bölcsőde is bezárt. Riasztást adtak ki Belgiumban, Ausztriában és Csehországban is. Rómában is nagy a hőség. Ferenc pápa audienciáját az idősek és a betegek a Vatikán egyik belső csarnokából követhették. Itthon tegnap Budapesten volt a legmelegebb, 36 fokot mértek. Ma még kánikula lesz, de délután hideg front hoz felfrissülést. A déli óráktól záporok, zivatarok alakulnak ki, főként északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon. Erdőtűz pusztít Spanyolországban, Tarragona környékén. Ha a lángok gyorsan terjednek, már 30 családot evakuáltak otthonaikból, a rendőrség lezárta az ide vezető utakat. Katalóniában az elmúlt 20 évben nem volt ekkora erdőtűz, mint most. A kedden kora délután felcsapó lángokat a tűzoltók még nem tudták megfékezni. Becslések szerint 20 ezer hektárnyi erdő biztosan elég a mostani tűzben. És erdőtüzek pusztítanak az Everglades Nemzeti Parkban, Floridában is. Az Egyesült Államok második legnagyobb nemzeti parkjában már több mint 7000 hektárnyi terület áll lángokban. A tűz rendkívül gyorsan terjed a nagy forróság miatt, és óriási a füst is a környéken. Lakóházakat egyelőre nem fenyegetnek a lángok. A hatóságok szerint valószínűleg villámlás okozhatta a tüzet. A csodával határos módon egy karcolás nélkül megúszta a szinte biztos tragédiát az a 2 éves kislány, aki kizuhant egy ház második emeletéről. Az eset a törökországi Isztambulban egy forgalmas utcában történt. Egy járókelő észlelte, hogy a gyermek felmászott egy ablakba, aki pillanatokon belül ki is esett, szerencsére az ott áldogáló férfinak sikerült elkapnia. Kiderült, hogy a gyermek nem volt egyedül a lakásban, az édesanyja a konyhában főzött. A család megköszönte a férfinak a kislány megmentését, és hálából 10 000 forintnak megfelelő összeget is adott neki. 14-en megsérültek, közülük 2 súlyosan, amikor gázrobbanás történt egy több emeletes lakóházban szerdán Bécsben. A detonációban 2 5-emeletes ház több szintje is leomlott. A mentők és a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A romokat átkutatták és több embert kimentettek. Éjszaka is folytatták a súlyosan megrongálódott épületek átvizsgálását, de nem találtak senkit. 3 lakóholléte egyelőre tisztázatlan, a hatóságok szerint megtörténhet, hogy nem is voltak otthon a detonáció pillanatában. Az utolsó pillanatban még menekülni akarhatott a hableány kapitánya a katasztrófa elől, ezt állapította meg a sétahajó hatósági szemléje a csepeli szabad kikötőben, írja a Magyar Nemzet. A cikk szerint közvetlenül a tragédia előtt láthatta meg a sétahajó kapitánya a Vikinget, amint minden figyelmeztetés nélkül balról akarja előzni a hableányt. A BRFK 60 fős gyakorlott nyomozókból álló különleges csoportja a katasztrófa minden részletét vizsgálja, így a cserbenhagyásnak, illetve az első segélynyújtás elmulasztásának lehetőségét is. Tegnap este megérkeztek Budapestre azok az utasok, akik a londoni Gatwick reptéren ragadtak kedden este. A Wizz Air repülőjének este 8:30-kor kellett volna felszállni, azonban meghibásodott. Sokan a repülőtéren töltötték az éjszakát, mert a légitársaság nem mindenkinek tudott szállást szerezni. Szerdán többször is úgy volt, hogy visszaindulhatnak, de a gépet sokáig nem tudták megjavítani. Végül sikerült elhárítani a hibát, és a repülő 22 óra után nem sokkal felszállt. Továbbra is jelentős számban kísérleteznek illegális migránsok a magyar határon. Erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt itt az M1-en. Bakondi György hozzátette, feltartóztatásukra komoly rendőri és katonai erőre van szükség. Szerdán például Röszkénél 50, míg Hódunánál 40 illegális bevándorlót tartóztattak fel a magyar határon. Alapvetően afgánok érkeztek több csoportba és különféle helyszíneken kerültek elfogásra. Az állampolgársági összetételben van változás, és hát a törökországi információk, amelyek az ottani migránsoknak a létszámával, állampolgársági összetételével kapcsolatosak, ezek szintén aggodalomra adnak okot. A szírek mellett legnagyobb létszámban afgánok, pakisztániak és irániak kerülnek elfogásra a magyar határon. Közel hasonló az állampolgárság összetétel a szlovén vagy a horvát határon elfogottak esetében is.
Másfél, kettő és három év letöltendő szabadságvesztést kaptak az MSZP-s Ceglédi Csaba miatt ismerté vált Humán Operátor ZRT-hez kapcsolódó bűnszervezet tagjai. Mindannyian beismerték a bűnösségüket és egyességet kötöttek az ügyészséggel, illetve lemondtak a tárgyalás jogáról. Az ügyben februárban 21 embert vádoltak meg azzal, hogy több mint 6 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek. Ceglédi Csaba nem ül a vádlottak padján. A demokratikus koalíció ugyanis európai parlamenti képviselőjelöltnek indította, így nem tudták folytatni vele szemben az eljárást. Május végén azonban nem szerzett mandátumot, így már nem illeti meg a mentelmi jog. Ugyanakkor a szegedi törvényszék egyelőre elutasította az ügyészség indítványát a politikus ügyének folytatására, mert szerintük új vádirat benyújtására van szükség. Koncepciós pernek nevezte korábban Gyurcsány Ferenc a Cegléd ügyet, és a bírákat is felelősségre vonással fenyegette meg. Ceglédi Csaba pedig törvénytelen ítéletől írt már a tegnapi tárgyalás megkezdése előtt is. A Híradónak nyilatkozó alkotmányjogász szerint példátlan politikai nyomás nehezedett a bírákra az ügyben. Már előre törvénytelennek nevezte az ítéletet Ceglédi Csaba közösségi oldalán órákkal a tárgyalás előtt. A politikus szerint a bíróságot nem az igazság felderítése érdekli. Ceglédi Csaba korábban többször került előzetes letartóztatásba, mert a gyanú szerint ő volt a Humán Operátor ZRT-hez köthető bűnszervezet irányítója. Ceglédi Csaba végig ártatlanságát hangsúlyozta, és arról beszélt, hogy jogtalanul tartják fogva. Hát mit csinálják egy ártatlan emberrel? Gyurcsány Ferenc a kezdetektől kiállt Ceglédi Csaba mellett. Ugyanakkor azt elismerte, hogy a diákmunkások kifizetésére kért tőle pénzt Ceglédi Csaba. Megkeresett egyszer bennünket, hogy ki kell fizetni a diákmunkásokat, és pár hétre adjunk átmeneti kölcsönt. Mondtam, hogy nem tud tárgyalni Csaba. Én politikus vagyok, menj el az Altuszhoz, beszélj a Klárával. A DK elnöke mindezek ellenére koncepciós eljárásnak nevezte a Ceglédi ügyet. Egy politikailag motivált, politikai koncepciókkal terhes. Ugye ez? És emiatt következményekkel fenyegetett. Azt tudom mondani, hogy ez nem fog következmény nélkül maradni. Gyurcsány Ferenc azt is hangoztatta, hogy a Ceglédi ügyben a bíráknak kellene felelniük. Az ügyvádlottjai azonban bűnösnek vallották magukat a tárgyaláson. Példátlan politikai nyomásgyakorlás nehezedett a bírákra. Gyurcsány Ferenc fenyegetése ellenére az ítélet nem meglepő, erről beszélt a Híradónak ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász. Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció elnöke azt a kijelentést tette, hogy felelniük kell az igazságszolgáltatás szereplőinek a Ceglédi ügyben. Ez nem csupán a hatalmi ágok elválasztásáról szól, hanem arról, hogy egy volt miniszterelnök a személyükben fenyegette meg a bírákat és az ügyészeket, és ennek nyilvánvalóan legalábbis az erkölcsi konzekvenciáit viselnie kell. Az, hogy koncepciós eljárásnak lett az ügy minősítve, annak egyértelműen ellentmondhat az a tény, hogy 8-an beismerő vallomást tettek az ügyben. Lomnici Zoltán hozzátette, az ítélet megfelel a törvényeknek. Csak nem 100 babakocsis anya és kerekesszékes tesztelte Újbudán a forgalmas utcákat és átkelőket. A résztvevők a 3 kilométeres túra alatt térképen jelölték be a legforgalmasabb helyeket. Kérdőívet is kitöltöttek, ez alapján azt szűrték le a szervezők, hogy a kerületben a legtöbb helyen a járdák megfelelnek a biztonság és az akadálymentesség követelményeinek. Rengeteg babakocsi parkol az Újbudai önkormányzat udvarán. Arra várnak, hogy anyák és babák elinduljanak a kerületben egy nagy közös sétára. Az alig egy hónapos kis Elza nem igazán kedveli még a babakocsit, de az anyukája igyekszik szoktatni a jó levegőhöz. Szerinte Budapesten nem árt az óvatosság. Hát én a zöld ellenére is körbe szoktam nézni azért. Biztos, ami biztos még egyszer. Két gyerek lép le a zebrára, a szürke autó kis hián elüti őket. A felvétel még májusban készült Kecskeméten. A sofőrt a rendőrök 30 ezer forintra bírságolták, és csak nem fél évre vették el a jogosítványát. Sajnos nem lehetünk ott minden zebránál. Ezt mondja egy rendőr abban a kampányvideóban, amit azért készítettek, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos közlekedésre. A rendőr sorfal áll fel a zebra előtt, úgy védik az anyát és gyermekét, hogy biztonságosan áthaladhasson. Ezt a célt szolgálta az a látványos babakocsis séta is, amit Újbudán tartottak. Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubja elnöke is csatlakozott az akcióhoz. Ugye két kislányom elkísért, akik már
kinőttek a babakocsis korszakból, de itt van velünk a kis unoka öcsém, aki 15 hónapos, az anyukájával, a hugommal érkezett, és amikor csak lehet, akkor együtt el szoktunk menni az ilyen különböző családi programokra. Egy átkelő, egy aluljáró, és hogyha szükséges, akkor az önkormányzat milyen fejlesztéseket valósítson meg a közeljövőben. A szervező önkormányzat alpolgármestere elmondta, a séták célja az, hogy kiderüljön, hol van szükség fejlesztésekre a kerületben, hogy a babakocsikkal akadálymentesen és biztonságosan lehessen közlekedni.